Még ugyan zajlanak a munkálatok, de már utolsó harmadánál tart a vasműút felújítása. Bővült a DKK a járműparkja. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Még ugyan zajlanak a munkálatok, de már utolsó harmadánál tart a vasműút felújítása. Ennek kapcsán Iván László, a 6-os számú választókörzet önkormányzati képviselője nyilatkozott stábunknak. Városunk egyik legforgalmasabb útja a Vasműút. Még az előző esztendőben az önkormányzat saját forrásból felújította a Városházától a Kossuth-Lajos utcáig tartó szakaszát, majd ezt követően Cserna Gábor polgármester bejelentette, hogy kormányzati támogatásból mintegy 1 milliárd forintból folytatódhat a 4-sávos út felújítása is, valamint kormányzati keretből megújulhat a járdasor is. A júliusban induló felújítás lassan a végéhez közeledik. Tegnap sikerült elérnem a kivitelezőket, és tudtam velük beszélni. Most jelenleg, ha majd látszani fog a felvételeken is, hogy az úttestnek a felső tulajdonképpen kopó rétegét nem tették rá, de természetesen a gépjárművek már használják. Azt mondta nekem a kollega, hogy ez egy ilyen technológiai pihentető tulajdonképpen, amire az utolsó réteg rá fog kerülni, és ha minden igaz, ezt jövő hét második felébe el is fogják kezdeni. Aztán a legnagyobb és a legszebb dolog számomra nem csak ugye az úttest miatt, hanem a járdófelület megújítása miatt nagyon jó ütembe haladnak a kivitelező kollégák, ugyanis most már jól láttam, pont arra fele jöttem, a Dózsa-mozi környékén járnak a feltárással, és az Őspatik irányában már elkezdték a műveleteket. Itt meg mögöttem, ahogy jól látszódik, szinte teljesen elkészült már a járdófelület is, amit azért el kell mondani, és többször kihangsúlyoztam, hogy nagyon nem lehet volna lehetőségünk, vagy nagyon szűkös lett volna az, hogy ezt ilyen mértékben megújítsuk. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a pályázatnak, és annak örülök a legjobban, hogy ez ilyen rövid idő alatt sikerült. Ugyanis november-december környékén még beszéltünk arról, hogy itt bármi lesz, aztán most itt állunk szeptember elején tulajdonképpen, és már az új felületen állunk, tehát azért ez egy maximális tisztelet a kivitelezőnek, illetve az önkormányzatnak és a kormánynak ugye emögé állt. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem húztuk el évekig, hanem tulajdonképpen egy 4-5 hónap alatt teljesen átvarázsoltuk az egyik legforgalmasabb útszakaszunkat. A parkolók számában és elhelyezésében is lesz változás. Kérdezik folyamatosan tőlünk, hogy milyen úton fogjuk megoldani. A kivitelező erre is válaszolt nekem, mert ugye ez a mai világban szinte ez a legfontosabb. Tehát nem az, hogy 500 millióért felújítunk egy útszakaszt, hanem hogy lesz-e parkoló. Igen, kellő számú parkoló lesz, illetve több is, mert az eredeti tervek alapján nem várhuzamos parkolás lesz, hanem egy ilyen 45 fokba képzeljük el. Tehát ilyen sokan úgy ismerik, hogy halszálkás parkolás, valami ilyesmi lesz kialakítva, tehát így a folyométer szerint több darabszám keletkezik. A járdaszakasz felújítása kapcsán néhány fa kivágására is sor került, nem véletlenül. Sajnos van egy-két olyan pontja ennek a fa kivágásnak, amit egy kicsit jobban át kell gondolnunk, ugyanis azt mindenki elfelejtette, de mi utána mentünk, hogy oké, hogy visszavágtuk és kinyírtuk a fákat, de azért azt tudni kell, hogy ennek a gyökérzete lefele elég komolyan lenyúlik, tehát valami olyan technológiát kell kitalálnunk, vagy olyat kell idehoznunk, amivel ki tudjuk úgy szedni, hogy az alatta lévő közműhálózat nem sérül. Ugyanis ha most mi elkezdenénk kirángatni, hogy ez megszűnjön, akkor ezzel együtt a 50-40-30-20 éves csöveket is kirángatnánk, és sérülne minden. Tehát finoman kell ezzel bánnunk, de megnyugtatok mindenkit, hogy találtunk rá megoldást, ugye a közeljövőben ezt is abszolváljuk. A megújult utca teljes átadására a képviselő szerint már nem sokat kell várni. Reményei szerint szeptember második felében már teljes egészében birtokba veheti a város a 60 év után felújított vasműutat. Iskolakezdés. Az első tanítási napot megelőző hetekben indul igazán a nagy tanszervásár. Füzetek, tollak, ceruzák, iskolatáskák csak néhány taneszköz, amely elengedhetetlen az iskolakezdéshez. Bár a tankönyvek ingyenesek, egy gyermek esetében átlagosan 20 ezertől 40 ezer forintig terjedő összeget költenek a szülők a szeptemberi iskolakezdésre. Kovács Emese kislánya Panna a Gárdonyi Géza általános iskola első osztályát kezdi szeptember 2-án hétfőn. A tanévkezdést megelőző hetekben a többi iskolás gyerekhez hasonlóan Pannának is szükséges volt beszerezni különféle az iskolához szükséges dolgokat az egyik helyi papírboltban. Hát tulajdonképpen ugyanaz körülbelül, mint 15-20 évvel ezelőtt, tehát a klasszikus piros-kék ceruza, színes ceruza, gyurma, színes papírok, vágókorongok, és az ilyen
apró cseprő dolgok. Pannának és édesanyjának segítséget jelentett egy az iskolai intézmény által összeállított lista, amelynek mentén beszerezték a legszükségesebbeket és megkímélték pénztárcájukat a felesleges vásárlástól. Azonban ezt leszámítva is az iskolakezdés igencsak megterheli a családi kasszát. Hát olyan 20 000 forint körül, és akkor ez teljesen csak az alapdolgok. Tehát amit az iskola kér. Úgyhogy azon fölül még az iskolatáska, tolltartó, stb. Az még nincs benne. Markovics Tamásné 3 gyermek édesanyja, akikből egy általánosba, 2 pedig középiskolába jár. Általános iskolás gyermekének tankönyveit csütörtökön vette át a Petőfiben. Bár a tankönyvcsomag ingyenes, amely nagy segítség a szülők számára, mégis egy gyerek esetében a szeptemberi iskolakezdés 30-40 000 forintba kerül. Elsősorban a tankönyvek, utána ugye azért a füzetek, a ceruzák, a radírok, meg amit ugye alsós az alánfiam, ami ilyenkor kapunk egy listát még alsóban, és arról, amik hiányoznak, ugye a rajzcsomagból, a testnevelés csomagból. Hát igazából, hogy mennyibe kerül, ez ugye azért jó kérdés. Ugye mi általános iskolában a tankönyveket ingyen kapjuk, de az mellett azért van az embernek kiadása. Általában azért az iskolatáska, a tolltartó, ezek mind olyan, hogy általában 2-3 évente újat kell belőle venni, ha a gyerkőc nem teszi tönkre esetleg évközben. Hát átlagban olyan 30-40 000-et mondanék így egy gyermekre, vagy hát általános iskolába. A felső középiskola az megint más, ugye ott azért mások az igények. Ott is ugye mi a tankönyveket, mivel 3 gyermeket nevelek, mi ingyen kapjuk, de az állam azt hiszem most már behozta azt, hogy a középiskolások is ingyen fogják kapni a tankönyvet, legalábbis a 9. biztos. A tankönyvek kiszállítása az iskolákba még augusztus elején megkezdődött. Országosan összesen 13 millió tankönyv érkezett meg időben 4 000 helyszínre, köztük a dunaújvárosi Petőfi Sándor általános iskolába is, ide a megközelítőleg 440 gyerekre 7 300 könyv érkezett. Most egy tankönyvcsomag eléggé változatos számú tankönyvből áll, de azt gondolom, hogy átlagosan 8-12 könyvről mindenképpen beszélhetünk. 7.-8. évfolyamból ez 15 könyvre is felduzzadhat. Most annyi a segítség, hogy természetesen nem minden könyvet kell a gyerekeknek elhozniuk, hiszen vannak első kötetek, második kötetek alsó tagozaton, és értelemszerűen a második kötetek ilyenkor az osztálytermekben, a polcokon vagy a szülőknél otthon pihennek mindaddig, amíg nem kerülnek felhasználásra. De nagyon gazdag könyvválaszték van, főleg az OFI, illetve az apácai kiadók könyveit használjuk mi, mert azok az, amelyek anyagilag és érdeklődés szempontjából is a legjobbnak ítéltetettek itt most a mi intézményünkben. A tankönyvek ingyenesek. Az általános iskolában minden szülő ezeket megkapja, és azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítség a szülők számára. Itt csak azokat a dolgokat kell kiegészítésként megvenniük, ami elengedhetetlenül szükséges: füzetek, ceruzák, tornafelszerelés, és hát úgy érzem, hogy minden szülő nagyjából tudja, hogy mik ezek a plusz kiadások, és kinek milyen terhet jelentenek ezek. Szeptember 2-án hétfőn országszerte több ezren kezdik meg a 2019-es 2020-as tanévet. Új minden igényt kielégítő autóbusszal utazhatnak a jövőben mérkőzéseikre a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia utánpótlás együttesei. A csapat számára az önkormányzat, mint tulajdonos, az anyagi feltételeket biztosítja ahhoz, hogy tényleg csak a kézilabdával kelljen foglalkoznia az akadémia ifjú tagjainak, akik egy remek közösséget alkotva, komoly szakmai hátteret is maguk mögött tudva, igyekeznek előrébb lépni és folyamatosan fejlődni. Új minden igényt kielégítő autóbusszal utazhatnak a jövőben mérkőzéseikre a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia utánpótlás együttesei. Az új busz kulcsát Cserna Gábor polgármester adta át a sajtó és az együttesek tagjai előtt az akadémia vezetőjegyzőinek. Sziasztok! Hát van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. Nem tudom, hogy melyikkel kezdjem. A jó hír, hogy itt van egy autóbusznak a kulcsa. A rossz hír, ami nagyon rossz hír, egyfelől, véget ért sajnos a nyári szünet, ugye augusztus vége van.
és jövő héten kezdődik a suli, de ami ebből adódóan esetleg jó hír, hogy indul az új, reményeink szerint ugyanolyan sikeres kézilabda szezon, mint amelyet májusban, júniusban zárhattak mind a felnőtt csapat tagjai, mind az utánpótlás korosztály tagjai. Ahogy Mátéfi Eszter említette, ismét egy örömteli, úgymond házi eseménynek, családi eseménynek vagyunk a szemtanúi. Pár hónappal ezelőtt vállalkozók segítségével, támogatásával a Kohász Kézilabda Akadémia ügyvezetői új mezeket adhattak át a játékosoknak, illetve a kedves szülőknek. Most viszont tekintettel arra, hogy nagyon sok ugye a vidéki rendezvény, tornák, akár edzések, akár természetesen bajnoki mérkőzések, ahova utazni kell, és a mai világban a biztonságos, jól felszerelt, hangsúlyozom, biztonságos és jól felszerelt autóbusznál fontosabb nincs, ezért örömteli volt számomra, amikor értesültem a mai eseményről, hogy TAO támogatásból sikerült venni egy új autóbuszt. A kisbusz mellett 50 kerékpárral is gazdagodott a csapat, amely a kollégiumban lakó sportolóknak segíti az eljutást az edzésekre egész évben. Gyertek bátran, itt toljátok végig itt a mindenki szem előtt, hogy lássák a gyertőcök. Ideig is voltak már kerékpárjaink, és most újabbakkal bővült, ami mutatja, hogy az akadémiánk is egyre bővül, a játékos állomány. Ezeket a kerékpárokat az újonnan érkező, vidékről érkező játékosok, akik a kollégiumban vannak elszállásolva, ők használják, és nekik könnyítik meg tulajdonképpen a mindennapjaikat a közlekedésbe, a csarnokból, a koleszba, a koleszból az iskolába, és tényleg az edzőknek is, és mindenkinek nagy segítség, hogy együtt tudnak mozogni a játékosaink. Megyesi Rita szakedző elmondása szerint bár egy kicsit nehezítette a felkészülést, de öröm, hogy folyamatosan bővül az együttes létszáma, akik az első bajnoki fordulójukat pénteken játsszák majd idegenben a Balatonboglári NEKA Akadémia ellen. Palkovics Kata a 9-es számú választóközet önkormányzati képviselőjelöltje közeli és távoli terveiről beszél stábunak. A képviselőjelölt szeret az embereken segíteni, és úgy érzi, képviselőként még többet tud tenni, már nem csak a szűk közösségért, hanem az egész város tekintetében. A közelmúltban lakossági fórumot tartottak a Békeváros részben, amelyen Cserna Gábor polgármesteren kívül jelen voltak az érintett választókerületek kormánypárti képviselői, jelöltjei. Itt több lakó jelezte észrevételét, javaslatát a városrészt illetően. Mindenki a saját kis lakókörnyezetében lévő problémákra a legfogékonyabb, ezek érintik őket a legkellemetlenebbül. Ezek közül kiemelném, ami nagyon kardinális kérdés, és sok mindenkitől hallottuk, az a buszközlekedés, illetve a járdák állapota, tehát a közút fejlesztés. Én ezeket látom egyelőre a legkardinálisabb problémáknak, amit ebben a választókerületben, hogyha bizalmat szavaznak a kedves választópolgárok, feltétlenül megígérhetem, hogy ezek mellé fogok állni, és azon leszek, hogy ezekre minél hamarabb megoldásokat szerezzünk. Palkovics Katalin elmondta, a 9-es számú választókerület lakóinak, tehát Újtelep, a Békeváros és Szabadságúti Dobó István utca környékén lakóknak egy fórumot szervez szeptember 4-én 17 órakor a Jókai utcai volt általános iskola épületében, hogy ők is elmondhassák, milyen munkálatok, felújítások, fejlesztések szükségesek a lakókörnyezetükben. Ezt pontosan azért szeretném, hogy fel tudjam mérni a lakókörnyezetet. Itt nagyon vegyes az összetétel ebben a kerületben, választókerületben. Ebben a 9-esben ugye vannak itt a Békeváros részben lakó emberek, illetve van nekem egy úgynevezett kertesházas lakóövezetem. Nem egyformák azok a felmerülő problémák, vagy megoldandó feladatok, én inkább így fogalmaznék, amiket támasztanak irányomban a lakók, viszont ebben szeretnék kompromisszumos megoldásokat találni, és mindenféleképpen a megoldást keresem. A lakossági fórum három fő témája: a tömegközlekedés és a buszjáratok, az utak, járdák felújítása,
valamint a közbiztonság. Az egyes témakörökhöz szakembereket is meghív a jelölt. Palkovics Katalin arról is szólt, van bőven megoldandó feladat ebben a választókerületben, amelyről az ilyen fórumokon kívül a lakókkal való személyes beszélgetés során is szembesül, illetve saját tapasztalatai alapján is. Ahogy beszélgetek itt az emberekkel, mindenkinek általában a saját kis szűk környezete az, amire ő oda tud figyelni. Tehát ami problémát jelent. Mindenki ebből indul ki, ezekben kell kompromisszumokat találjunk. Itt azért van megoldandó feladat bőven, én azt gondolom. Elsősorban a busz közlekedés, tehát a tömegközlekedés, mert az itt élők jobban ezt használják ki. És ugye mivel a város perifériáján vannak, nekik azért sok helyre kell tudni eljutni. Ebben szeretnék rajtuk segíteni. A fejlesztési célok között szerepel még a járdák, utak felújítása, a zöld felületek karbantartása, kialakítása, a parkolóhiány orvoslása. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, éppen azért kell a kompromisszumos megoldásra törekedni, mert vannak, akik új férőhelyeket szeretnének, és vannak, akik ahelyett inkább még több zöld területet, parkos részt szeretnének. A 9-es számú választókerület lakóinak tehát a fórum szeptember 4-én 17 órakor lesz a volt Újtelepi iskolában. Következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Még ugyan zajlanak a munkálatok, de már utolsó harmadánál tart a vasműút felújítása. Bővült a DKK a járműparkja. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most időjárás jelentéssel folytatjuk, majd Hírplusz című műsorunk következik. És azért, hogy biztosan nem maradjanak le semmiről, anyagainkat visszanézhetik a www.hírplusztv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Köszöntöm kedves nézőinket! Továbbra is hőség várható országszerte, de ez azért jó hír, mert a nyár utolsó hétvégéje igazi strandidőt tartogat számunkra. Péntektől vasárnapig sok napsütés és kevés gomoly felhő ígérkezik, kisebb csapadék csak néhol fordul elő, a hőmérséklet végig 34 fok lesz. Aztán hétfőn eleinte marad a napos idő, viszont délutántól egyre magasabbra törnek a gomolyok, és nyugaton már zápor, zivatar is kialakul. A változó irányú szélmozgás megerősödhet, aztán kettől a kánikulai hőmérséklet is visszaessik majd. Használják ki tehát ezt az utolsó nyári szünetes hétvégét, töltsék együtt a családdal, a barátokkal, lehetőség szerint vízparton, mint ahogy ezek a hölgyek is, akiket Szigetvári Zsolt, az MTI fotósa kapott lencse végre az idei Szigetfesztiválon. Továbbra is várjuk az önök által készült képeket az info@dplusztv.hu e-mail címre, amelyeket szívesen megosztanának velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!